Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy szív csakra szerelmi jóslás, ami erősíti a szerelmi energiát. Ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy milyen helyzetben vagy, hogy mi várható a közeljövőben a szerelmi élet területén. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ez a vicces kártya, így nevezem, mindig egy toronyra utal. Ennek a toronynak nagyon sok jelentősége lehet. Például, ha tudatában vagy a saját nagyságoddal, vagy ha szeretnél valamit megnagyobbítani, kiépíteni. A torony az lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is, amit esetleg a torony még jelenthet, hogy fogva érzed magadat a toronyban, vagy ő érzi magát fogva a toronyban, amikor kell a szabadság érzete, mert ez egy nehéz, szűkös helyzet. Ez lehet a munkahelyi kapcsolat, vagy egy párkapcsolat, vagy a lakhelyed, vagy a család. Tehát érinthet különböző életterületeket, és itt kell egy kiút. Sikerülni fog, hiszen a gólyák azok utalnak a változásokra. Megváltozik a helyzet, kilépsz a toronyból. Ha egy hivatalos dologról van szó, akkor ott is lesznek változások. Ha tényleg arról van szó, hogy szeretnél valamit megnagyobbítani, ez is sikerül, hiszen a gólyák jelentik ezt a változást. Itt látható a mozgás, előre mennek az események, sok minden történik majd a közeljövőben. Az is lehet, hogy ő útban van hozzád. Amit ez a kártya még jelenthet, mindaz, ami mozog. Sporttevékenység, egy autó eladása, vásárlása, vagy változások, például egy költözködés, és lehet egy utazás is. Itt a kereszt jelenti a hitedet, de jelenthet egy spirituális területet is. A párkapcsolatod, a szerelmet illetően gyakran utal egy kármikus szerelemre, amikor a sors utatok kereszteződött, a találkozás nem volt véletlen, és a sors utatok újra kereszteződni fog, hiszen ő útban van hozzád. Amit a kereszt még jelenthet, ezek a döntések, hiszen elérkezel, vagy ő az élet utadon, vagy ő az saját élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodtok azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, esetleg jobbra, lesz egy irányváltozás itt a mozgás, és a gólyák is változásokra utalnak. Itt kisüt a nap, megvilágít valamit, megvilágítja az utakat. Így lesz egy jó döntés, hiszen a nap láthatóvá teszi ezt. Amit a nap még jelent, a kisugárzás, a vonzalom, vagy hogy ő látni akar téged. Azon kívül hamarosan kiderül az igazság.
Az utak hasonlóan, mint a kereszt, jelentik a döntéseket. Hiszen itt vagytok valahol középen, és elgondolkoztok azon, melyik úton kellene haladni. A nap segít, hiszen megvilágítja az utakat. Az is lehet, hogy ő útban van már hozzád. És ez volt a szív csakra szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! Azon kívül ez a jóslás megrendelhető. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!